A romániai Lugoson minden magyar nemzetiségű állampolgár felmenői révén közvetlenül kötődik Szekszárdhoz. Ez adta az alapötletet 25 éve, akkor, amikor a két település vezetői testvérvárosi szerződést írtak alá. 19. század közepén nem messze Lugostól, ugye létrejött egy település, Bunyaszekszárd település, ahol tulajdonképpen Szekszárdról kivándorló családok telepedtek le, és alakítottak egy új települést, amelynek a nyomai ma is fellelhetőek. És évről évre, amikor kilátogatunk augusztusban Lugosra, akkor nem mulasztjuk el azt, hogy Bunyaszekszárdot is megtekintsük és meglátogassuk, egy kicsit visszamenjünk az időben, és minden évben bővítjük azon kopjafáknak a sorát, amelyel az ottani családokra emlékezünk. Az, hogy befogadták az akkori szekszárdiakat, az mindenféleképpen azt gondolom, hogy példaértékű volt, és ezért köszönettel tartozunk nekik. Aztán természetesen a település az 1960-as években sajnos megszűnt, de ez a kapcsolat innentől kezdve azért megmaradt, és 93-ban aztán végül is ez formalizálódott egy testvérvárosi kapcsolatban. Elődeimnek, Kocsis Imre Antalnak, horvát István polgármesternek, aki szeretném megköszönni azt a munkát, amelyet ennek a testvérvárosi kapcsolatnak az erősítésében, bővítésében, fejlesztésében segítettek. Több mint 10 testvértelepüléssel büszkélkedhetnek a szekszárdiak. Ezek közül a leggyakrabban Lugosra látogat el itteni delegáció. Pozsár József RMDSZ elnök által képviselt otthoni magyarsághoz valóban kötődik a városhoz, és nagyon sok olyan civil szervezet van, akik az elmúlt 25 év során ellátogattak Szekszárdra, és Szekszárdra is látogattak el különböző együttesek, egyesületek Lugosra, és mind nagyon nagy nagyon szíves fogadtatásban részesültünk ott, és mi is igyekeztünk ezt a baráti fogadtatást itt Szekszárdon viszonozni. Én azt gondolom, hogy ez a 25 év, mint ahogy elmondtam a beszédemben is, a legszorosabb testvérvárosi kapcsolatot jelenti Szekszárdnak, hiszen a legtöbbször tudtunk ide kilátogatni és részt venni azokon az eseményeken, amelyek az adott település számára nagyon fontosak, úgy, hogy nekünk a születinapoknak is vannak ugyanilyen eseményeik. Szekszárd és Lugos kapcsolata nem merül ki a testvértelepülési találkozókban. A két város vezetői folyamatosan igyekeznek egymást segíteni. Akik kint magyarként élnek ebben a városban, büszkék erre a kapcsolatra, és ha visszamegyünk az időben ebben a 25 évben, akkor azt mondhatjuk, hogy szintől és pártállástól függetlenül mindenkori képviseletesülete a városnak támogatta ezt a kapcsolatot. Nagyon sokat segítettünk a lugosiaknak, az ottani magyarságnak, hiszen sok esetben szerveztünk olyan akciókat, ami az ottani iskolák megsegítését, magyar iskola megsegítését támogatta, könyveket vittünk ki, busz szereztünk és adtunk ajándékba, tehát próbáltunk nekik segíteni. Nagyon sok segítséget kértek tőlünk, tanácsot kértek tőlünk a lugosiak, természetesen mi erre a közös munkára akkor is nyitottak voltunk. Most, hogy már egy Európa részeként ténykedünk, én azt gondolom, hogy nagyon sok olyan közös projektet fogunk tudni a következő években elindítani, ami mind Szekszárd, mind Lugos számára abszolút előnyös lesz majd. Lugos polgármestere úgy fogalmazott, hogy a legszebb kapcsolatot most már évtizedek óta Szekszárddal tartják fent. Lugos egy több nemzetiségű város. Szerencsére nálunk a magyarok, a németek és mi románok régóta élünk egymás mellett békében és tiszteletben tartva egymás kultúráit. Akkor, amikor ide látogatunk, úgy érezzük, mintha nálunk élő magyar polgártársaink látnának minket vendégül. Ez pedig elmondhatatlanul kellemes élmény. Azt hiszem, kijelentetem, hogy akkor, amikor önökkel beszélek, az olyan érzés, mintha olyan barátaimhoz szólnék, akiket már régóta ismerek. Ebben pedig vitathatatlan szerepe van Horváth Istvánnak, a városuk korábbi, és Ács Rezsőnek, a mostani polgármesternek. Szekszárdról szólva pedig azt tudom elmondani, hogy az elmúlt években láthatóan komoly fejlődésnek indult a település. Én 25 éve, akkor, amikor városaink korábbi képviselői aláírták a szerződést, is itt jártam, és nagyon bíztató azt látni, ami azóta történt Szekszárddal, mondta a Lugos polgármestere. A jövőbeni kapcsolatokat tekintve pedig konkrét elképzeléseik is vannak már a településvezetőknek. Konkrét dolgokról szeretnék most a vacsoránál is beszélni, illetve beszélgettük az ebédnél is. Talán Lugos városában és környékén még annyira bizonyos területeken nincs munkaerő hiány, mint Magyarországon. Sajnos azt kell, hogy mondjam, nagyon sok olyan projektünk áll, vagy éppen akadt el az elmúlt hónapokban, amely a Magyarországon tapasztalatú szakember hiányra vezethető vissza, és úgy néz ki, hogy ebben például tudunk olyan közös pontokat kitalálni, hogy akár kinti cégek közreműködésével fel tudjuk pörgetni az eseményeket, és fel tudjuk ezeket gyorsítani. A mai nap folyamán egyébként a ferropatenthez is ellátogattak. Lugos környéke valamikor egy vasipari környék volt, és lehet, hogy abból is lesz egyfajta gazdasági együttműködés. Tehát ezek azok az együttműködések, amelyről beszélünk, hogy nem csak városi együttműködésre van szükség, hanem cégek közöttiben is. Hogyha visszatérve az alapkérdésre, ha ebben a projekt megvalósításban mi megtaláljuk azokat a partnereket, akik megfelelőképpen tudják segíteni a mi munkánkat,
akkor azt gondolom, hogy Lugosnak is jót tettünk, és természetesen Szekszárnak is, hiszen ezek a beruházások mielőbb befejeződhetnek, és átadhatjuk a szekszáriaknak. A lugosi delegáció tagjai a közgyűlés után a város mártonnapi rendezvényén is részt vettek.